Már a 2010-es beruházásnál látszott, hogy az nem oldja meg az iskola tanterem gondjait, hiszen most a 24 osztályra 24 tanterem jut. Gyakorlatilag nincsenek csoportszobáink, illetve nagyon kevés a szaktantermünk, és hát ezt a hiányt pótolandó szeretnénk ezt az épületszárnyat megépíteni. Gyakorlatilag a szakmai munka színvonalának az emelése, illetve a törvényi megfeleléseknek, mert például természettudományos szaktantermünk nincsen. A beruházás 500 millió forintból valósulhat meg. A Kevi pályázatot nyújt be a fenntartójához, a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz. A ház lebontása volt az első lépés, melyet az intézmény saját forrásból finanszírozott. Ezt követően hamarosan elkezdik a 10x40 méteres épületszárny építését, amely szervesen kapcsolódik majd a régi iskola épülethez. Azért kellett az épületet természetesen elbontani, hogy az engedélyeztetés megindulhasson, mert az csak üres telken történhet meg, illetve hát megindulhassanak a kezdő munkálatok, tehát fel kell tölteni ezt a területet. Valamilyen módon itt a szomszéd épületnek ezt a hát nagyon-nagyon csúnya hátsó falát el kell megfelelő módon a szabályoknak, szabályokat betartva takarni, valamit kell vele csinálni, és majd ezt követően fog megindulni az építkezés. A most lebontott ház 60 évig állt az iskola szomszédságában. Én itt nőttem föl, én ezt nagyon sok éve néztem, hozzánőtt az iskolához, az udvarunkhoz, mindenhez. Nehéz volt elengedni egyébként, nagyon nem volt jó érzés. Most már talán így, hogy üres a terület, könnyebb elfogadni. Az épület hát állagával kapcsolatban pedig nagyon-nagyon érdekes volt számunkra, és aki bontotta, ő is mondta, hogy 60 évvel ezelőtt így megépíteni egy házat, hogy egy belső repedése nem volt neki. Se az alsó szinten, se a felső szinten. Úgyhogy itt járnak a nagy kamionok, a nagy gépek, tehát valami hihetetlen pedáns módon, és nagyon-nagyon szépen megépítették ezt. Mivel a ház paraméterei, többek közt a belmagassága nem felelt meg a mai előírásoknak, nem tudták hozzákapcsolni az új szárnyhoz, ezért került elbontásra. A következő lépés a terület feltöltése lesz. A beruházást minél előbb szeretnék elindítani, az építkezési költségek további emelkedése előtt.